Sziasztok! Először úgy gondoltam, hogy tök jó ötlet lesz megcsinálni ezt a videót, aztán egy picit elbizonytalanodtam. Most pedig, hogy túl vagyok a szeptemberi hajtásnak a nagy részén, úgy gondoltam, hogy oké, vágjunk bele. Szóval rendeltem egy genealógiai DNS tesztet, és arra gondoltam, hogy majd egy élő YouTube adásban közösen fogjuk megnézni ennek az eredményét. Viszont ez annyira technikailag sem jól kivitelezhető, másrészt nem tudom, hogy ez az egész hogy venné ki magát, különösen a mai helyzetben. Szóval, hogy valamennyit megőrizzek azért ennek a szellemiségéből, arra gondoltam, hogy most, hogy még nem láttam az eredményeket, felveszem magát a reakciómat, végigmegyek rajta úgy, ahogy van, és ezért valamennyire talán az élmény így meg fog maradni, ugyanakkor ki tudom maszkolni mondjuk a képernyőn azokat a dolgokat, ami esetleg nem publikus, például mindenféle jelszavak, vagy azonosítószámok, vagy ilyenek. Szóval igen, kezdjük el! Rövidesen lesz ennek a videónak egy unboxing része is, de előtte nézzük az előzményeket, hogy is jutottam el ide. Tudom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akár közöttetek is, akik évszázadokra, generációkon keresztül vissza tudják vezetni a családfájukat, meg vannak olyanok is, akik csak a nukleáris családjukkal vannak tisztában, meg olyanok is, akik még azzal sem nagyon. Amúgy mondják magyarul azt, hogy nukleáris család? Én a második kategóriába tartozom, ismerem a szüleimet, a nagyszüleimet, de túl rajtuk nem nagyon van információm a felmenőimről. Leszámítva, hogy az egyik dédnagyapám, amikor nagymamám csecsemő volt, a 30-as években lelépett Argentínába. Na most, nemrégiben elkezdtem azon gondolkodni, hogyha a 20-as éveiben egy fiatal férfi elmegy egy másik kontinensre, akkor amikor nemhogy internet nincsen, de még telefonon se igazán lehetne tartani a kapcsolatot, hogy nem próbálna-e meg esetleg valahogyan új családot alapítani. Elkezdtem kutakodni az interneten, különböző adatbázisokban, a Facebookon, aztán megint adatbázisokban nézegettem szanaszét, és az a helyzet, hogy vannak arra utaló jelek, hogy a felvetésem nem volt teljesen alaptalan. Fel is vettem a kapcsolatot egy ottani családdal, aki akár még rokoni kapcsolatban is lehet velünk. További vizsgálatokat igényel a történet kibontásának ez a része. Nemrég még annyira szövegettem ezt az elképzelést, hogy azon gondolkodtam, hogy elmegyek jövő júliusban Argentínába, és végigjárom azokat a helyeket, amit bizonyíthatóan a dédnagyapám is végigjárt, és keresek mindenféle kapcsolódási pontokat, ebből pedig csinálnék mondjuk egy dokumentumfilmet ide a YouTube-ra. Ami egy tök jó ötletnek tűnt, különösen, hogy jövő júliusban lesz ott teljes napfogyatkozás, és ezt a két dolgot szuper jól össze lehetne hozni. Aztán ami lelohasztotta a lelkesedésemet, az volt, hogy megnéztem a repülőjegyárakat, és végül is 99-ben láttam már teljes napfogyatkozást itt Magyarországon. De annyira rá voltam pörögve erre a genealógiai témára, hogy a Google folyamatosan dobta fel a különböző hirdetéseket DNS-tesztre, és arra gondoltam, hogy oké, ha más nem, akkor legalább így nézzük meg nagy általánosságban, hogy miből állok. És ha ideig eljutottatok a videóban, teljesen jogosan vetődik fel bennetek a kérdés, hogy a frászba lehet megmondani a DNS-ből, hogy valakinek milyen a származása. A DNS-ünkből rengeteg információt ki lehet nyerni, hogyha megnézzük, hogy a rajta található négyféle nukleotid, négyféle bázis, az adenin, citozin, guanin és timin milyen sorrendben követik egymást. Ezt pénzzel szeretném szemléltetni. Itt van nálam négy különböző értékű pénzérme, 5-ös, 10-es, 20-as és 50-es. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egyik bázis többet érne, mint a másik, egyszerűen csak négy különböző dologra volt szükségem. Szóval ezek a bázisok azok, amelyek különböző sorrendben helyezkednek el egymás után. Az emberi DNS-ben körülbelül 3 milliárd ilyen bázis található. Mondjuk a 3 milliárd 5 forintosom vagy 20 forintosom lenne, az nem lenne rossz azért. Na mindegy. Szóval, különböző sorrendben itt vannak ezek a bázisok, amikor pedig osztódik egy sejt, akár egy ivarsejt is, ezek a bázis sorrendek teljesen megőrződnek. Vagyis, hogy majdnem, hogy teljesen, mert akármennyire is pontos ez a mechanizmus, akármilyen jó hibajavító módszerek is rendelkezésre állnak a sejtben, bizony időnként problémák előfordulhatnak a másolásnál,
ezek pedig különböző mutációkat eredményeznek. Minket most ebben az esetben az a fajta mutáció érdekel, amikor egyetlen bázis, jelen esetben ez az 50 forintos, mondjuk kicserélődik egy 20 forintosra. Ez a való életben úgy néz ki, hogy mondjuk adenin helyett citozin lesz ott véletlenül. És innentől kezdve ez a bázis sorrend fog tovább öröklődni. Annak az esélye pedig, hogy a következő öröklődéseknél pont ott ugyanúgy egy hiba legyen, ráadásul visszacserélődjön az eredetire az a bázis, nos, annak iszonyatosan kicsi az esélye. Ebből az is következik, hogy ezek a változások nagyon-nagyon sokáig markerként, jelzőként meg tudnak maradni a DNS-en. Ezt a típusú mutációt SNP-nek hívják, ami annak a rövidítése, hogy Single Nucleotide Polymorphism, vagyis egyszerű nukleotid polimorfizmus, tehát egyetlen bázis más, mint a populáció nagy részének. És ilyen SNP-ből körülbelül 10 millió van, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden 300. bázis érintett, tehát ott előfordulhat az, hogy egyetlen nukleotid más, mint a populáció nagy részében. Persze ez a 10 millió nem egyetlen embernél jelentkezik, hanem az egész populációra vetítve kell vizsgálni ezt a kérdést. Szóval a lényeg az, hogy az SNP-knek az elrendeződése egy nagyon szép mintázatot ad, függően attól, hogy ki milyen genetikai háttérrel rendelkezik. Igen, néhány emberben motoszkálhatna a kérdés, hogy ha van egy mutáció, akkor hogy nem retardált hülyékkel van tele a város. Nos, egyrészt retardált hülyékkel van tele a város, másrészt pedig nem minden egyes DNS bázis változás fogja azt eredményezni, hogy az ember, vagy akár csak az az egyetlen adott génje nem fog megfelelően funkcionálni. Ráadásul ezek az SNP-k nem csak a kódoló részeken helyezkednek el, hanem lényegében mindenütt a DNS-en. De a kérdés jogos, például különböző betegségekre való hajlamokat is lehet vizsgálni ezeknek a segítségével, de az egy másik adásnak lenne a témája, szerintem én most átülök oda a gépemhez a kis kuckómba, bekapcsolom a képernyőrögzítőt, aztán nézzük az eredményt, de előtte jöjjenek az előzmények. Ma augusztus 3-a van, körülbelül egy hete rendeltem meg a mintavételi készletet, és ma meg is érkezett. Szóval ezt most kibontom, mintát veszek, elküldöm postán, aztán várom az eredményt. A doboz már önmagában elég dizájnos, és van benne használati útmutató, boríték, amiben vissza kell küldeni, biohazard, kis mintavételi tubusok, a helyszínelőkből jól ismert fültisztító pálcika, amivel majd a számban kell kotorászni, és azt hiszem, hogy ennyi. Egyébként ez nem a reklám, hogy a MyHeritage-től rendeltem ezt a készletet. Nagyon sok lehetőség szóba jött, többek között nekem nagyon-nagyon tetszett a National Geographic-nek a Geno 2 kitje, azt hiszem ez a nevük. Viszont, mivel elég húzós volt az ára, bevallom, írtam a National Geographic Magyarországnak, hogy esetleg lehetne valamilyen együttműködés, viszont egyszerűen válaszra sem méltattak. Úgyhogy azért választottam a MyHeritage DNA-t, mert hogy körülbelül fele annyiba került. Hát igen. És itt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ezt sem vettem volna meg, ha nem vagytok ti Patreon előfizetők, akik a havi jelképes összegeket szépen összeadjátok, és ebből tudok venni különböző felszereléseket, vagy jelen esetben kísérleti eszközt. Úgyhogy jelenlegi Patreon támogatók, köszönöm szépen, a jövőbelieknek pedig ott van a link a videó alatt, hogyha havonta egy jelképes összeggel, mondjuk egy sajtburger árával hozzájárultak a szertárhoz, akkor még nagyon sok ilyen kísérletet fogok tudni csinálni. Köszönöm! Az útmutató az konkrétan ennyi, úgyhogy ez szerintem pofon egyszerű. Ki kell nyitnom az egyik tesztcsövet, lehetőleg ne öntsem ki. Majd jöhet ez a fültisztító pálcika, amit egyelőre ki se tudok bontani. Amivel 30-60 másodpercig kell a szám belsejét kotorásznom. Ezután belerakjuk a tégelybe, eltöröm, a tégelyt visszazárom, és megismétlem a másikkal is ugyanezt. Azt már nem mutatom, el tudjátok képzelni. És irány a posta. Amikor a mintám megérkezik a laborba, azt tisztítani fogják, kivonják belőle a DNS-t, majd pedig felviszik egy úgynevezett DNS chipre, vagy microarray-re. Ez lényegében egy picike lapka, amin egyszerre nagyon sok kis DNS szakaszt tudnak vizsgálni, hogy megvan-e, illetve milyen formában van jelen.
És az, hogy sok, az nem azt jelenti, hogy mondjuk 5 vagy 10, hanem körülbelül 700 ezer. A kapott adatokból aztán mindenféle statisztikai vizsgálatokat végeznek, és ennek az eredményét láthatjátok most. Közben megnyitottam itt az oldalt, és azt azért előjáróban hozzá szeretném tenni, hogy néztem már tükörbe, úgyhogy nem hiszem, hogy túl sok meglepetés fog érni. Viszont volt olyan hozzám hasonló, világosabb bőrű magyar ismerősöm, aki azért meglepődött azon, hogy bizonyos százalékban hasonlóságot mutat az S&P elrendeződése az indiaiakkal, és volt olyan portugál ismerősöm is, aki egyébként nagyon büszke volt arra, hogy német vér is csörgedezik az ereiben, hát ezt a genetikai vizsgálat azért annyira nem támasztotta alá. Persze a kérdés, hogy ki tekinti magát mondjuk magyarnak vagy németnek, és mi minden határozza meg azt, hogy hova tartozunk. Ez nem biológiai kérdés, viszont mi most a biológiai kérdésekre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy jöjjön a belépési adatsor. Beléptem. MyHeritage Home, Family Tree Discoveries, Learn More, DNA, Ethnicity Estimate, vagy Overview? Overview. Nézzük az áttekintést, DNS tesztek. Uh, 45%-ban kelet-európai, 35,8%-ban balkán, és 19,2%-ban észak- és nyugat-európaiakkal mutatok hasonlóságot. Hát valami nagyobb szenzációra számítottam, de jó, tehát, hogy félig kelet-európai vagyok. 35%-ban balkán, és azért van bennem egy picit a romló nyugatból is. Á, itt van ilyen térképes megjelenítés. Hogy Magyarországon van 12 ember, aki valamilyen szinten hasonlóságot mutathat. Nézzük meg őket. Ugye ki fogom őket takarni, de... Hát... Egyik név sem tűnik ismerősnek. Úgyhogy nem. Argentína, megnézem, Argentínával van-e valamilyen kapcsolat. Ez érdekes lesz, várjatok. Argentína... Nincs Argentína. Van egy Argentína, figyeljetek! Ez most kezd izgalmas lenni. Lehet, hogy ti ezt nem tartjátok olyan izgalmasnak, mint én, de én most teljesen rá vagyok pörögve. És van egy Portugál is, meg Brazília. Jó, megnézem Argentínát. Hát itt egy hölgy... 0,2%-ban osztozunk közös DNS-en, ami mondjuk egy harmad unokatestvéri szintig, vagy annál is messzebb lehet jó. Jó, szerintem ki fogom vágni, hogy itt kiket nézegetek. Hát egyelőre nem vezetett semmilyen eredményre, de nézzük meg, hogy milyen egyéb dolgokat lehet látni. Itt van az estimate-nél, hogy honnan is származhatok. Mert mondjuk ezt megnéztük, csak itt most térképen is lehet látni. Tehát, hogy egy ilyen jó nagy körben van itt a kelet-európaiságom. Ebben a gitárpengetőben azok az emberek élnek, akikkel osztozok a balkáni százalékaimon, a 35,8%-on. Hát illetve jó, ezt el tudjuk képzelni, hogy mit jelent a Nyugat meg Észak-Európa, de azért túl sok norvég nem kavarhatott be a családfámba korábban. A legnagyobb hasonlóság úgy látom 0,5%-nyi, tehát 5000-eléknyi közös DNS tartalom az Egyesült Államokban, Csehországban, Ausztráliában. Jó, és a többi kisebb ennél, de ez mindez a harmadunokatestvérekre jellemző azonosság, úgyhogy nem találtam meg a rejtett testvéremet, de ami késik, nem múlik. Mondjuk lehet, hogy el lehetne végeztetni a családom többi részével is ezt a tesztet. Na mindegy, kíváncsi vagyok arra egyébként, hogy ti csinálnátok-e ilyen DNS tesztet, és ha igen, mi lenne a motivációtok? Ezt írjátok meg odalent kommentben, illetve csupán azt, hogy csináltatnátok vagy sem, arra csináltam itt egy ilyen tesztet, vagy lehet, hogy itt, ahol az i betű megjelenik.
Kattintsatok rá és x-eljétek be, egyszerűen kíváncsi vagyok arra, hogy hogy működik ez a funkció. Na jó, én még egy kicsit itt elszórakozok ezen az oldalon, aztán megvágom a videót, hogy megosztassam veletek. Hát legyen szép napotok, estétek, a következő videóban találkozunk. Ha bármilyen kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan a videó alatt, és válaszolni fogok rá. Sziasztok!